Vendégünk a stúdióban Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legenda és Monda térkép projektmenedzsere, valamint Gazda Zoltán, a Háromszéki Turisztikai Egyesület munkatársa. Üdvözlöm Önöket! Köszönöm. Na most megjelent 150 székelyföldi monda és legenda. Hogyan lehet ezekből a turizmus fellendülését remélni? Hát úgy lehet remélni a turizmus fellendülését, hogy ezeket a legendákat végül is projektek, programok szervezésére fogják használni a panziósok, a szállásadók. Egy interaktív honlapot készítünk erről, tehát már interneten el tudják írni a turisták, és tényleg ezeket a legendákat, mondákat végre használni fogják az emberek. Ott van ugye a Dracula legenda, nagyon sok turista érkezik Brassó megyébe, Segesvárra is ugye emiatt, Maros megyébe, és ott van a 150 székelyföldi monda, amiknek szintén hasonló tematikája és tartalma, sőt még színesebb, úgyhogy ezekkel azért már lehet turistákat vonzani, a misztériumot azt mindig szeretik az érdeklődők. Most ennek Ön az ötletgazdája, ezeken kívül még miket ajánlanak a odalátogató vagy potenciális turistáknak? Hát nemrég összeszedtük a székelyföldi szolgáltatásokat egy csokorba, erre készítettünk is egy értéktérképet. Ez már elég gyakori Európában, mások térség használja, sőt Magyarországon is. Most már Székelyföldnek is megvan egy ilyen értéktérképe. Mi ez az értéktérkép? Hát olyan épületek, turisztikai, fontos turisztikai helyszínek, érdekes eseményeket tüntettük fel. Meg is mutattam azért, hogy azért lássák, ez a Hung Expo-n elég sikeresen mutatkozott be a tegnapi nap. Hát végül is az, ami felhívja a turistáknak a figyelmét arra, hogy mit lehet tenni. Tehát, hogy nem csak aludni jönnek ugye a turisták most már Székelyföldre, hanem igenis lehet csónakázni, canyoningozni, sziklamászni. Úgyhogy medvelesre is lehet. Medvelesre, így van. Tehát tényleg ezeket össze kell szedni, és most már a panziósok is, tehát végül is jól esik nekünk azt, hogy ők is elkezdték használni ezt a térképet. Tehát rájöttek, hogy jaj, én ebből tudok egy egynapos programot a turistáimnak az én panzióm környékén. Ugye 10-20-30 kilométeres körzetben. És végül is ez azt szolgálja, hogy ne menjen el abból a panzióból a turista, hanem ötleteket adjon neki, hogy igen, még ezt is tudom csinálni, még azt is. Na most ez az ötlet annyira jónak tűnik, hogy Kovászna, Hargita és újabban Maros megye is lát benne fantáziát. Ténylegesen tudnak-e együttműködni ezek a székely megyék, amelyek legendásan rivalizáltak hosszú évtizedeken? Igen, hát talán az új önkormányzati választások, ami több mint másfél éve volt Erdélyben is, az hozta meg ezt a változást. Mindenképpen, ha Székelyföldön, önálló területben, önálló arcban, arculatban gondolkozunk, és hadd mondjuk el azt is, hogyha a jövőben autonómiában gondolkozunk, akkor nagyon fontos az egységes megjelenítése Székelyföldnek, és ehhez a teljesen határozott kikötés kell legyen számunkra az, hogy együtt induljon el, együtt tervezzen, együtt álmodjon és együtt valósítson meg a három székelyföldi megye. Eddig csak együtt álmodtak, vagy vannak már közös konkrét tervek, illetve esetleg már megvalósult ötletek? Vannak természetesen. Mint például, hadd pontosítsak még annyit, hogy Maros megye úgy apróbb lépéssel halad ez irányba, ott egy picit bonyolultabb a helyzet azért, mert Maros szék a történelmi Székelyföldhöz tartozott, és egy jelentős része Maros megyének az nem. Na de hát van közös pályázatunk, ami turizmusfejlesztést céloz meg, a két megye együtt adta le, azon kívül vannak közös régióink, kistérségi régiók, amik szintén már nagyon gyümölcsözően működnek, vannak közös turisztikai rendezvényeink, lovasnapoktól elkezdve vadásznapok szervezéséig, a borvíz ünnepét immár közösen szervezi a két székelyföldi megye, és így sorolhatnánk, tehát igen, jelentős lépések történtek az együttműködésben. Látnak-e fantáziát a vállalkozók ebben, hiszen gondolom nem csak a pályázati pénz szükségeltetik minden ötlet megvalósulásához? Igen, látnak. Például az iránytű.ro-ra oda már több mint 30 székelyföldi panzió jelentkezett, hogy tegyük fel a panziókat, készítettünk kis filmeket róluk, és azért egyre többen kezdenek érdeklődni, és kezdték használni, sőt, utazásirodák is már nézegetik a honlapot, ugye figyeljük interneten keresztül, és programokat tudnak összeállítani belőle, ajánlják a turistáiknak, tehát itt Magyarországon, Budapesten is már meg tudja valaki nézni, össze tud állítani magának egy konkrét turisztikai programot. És én arra is gondoltam, elnézést, hogy adnak-e pénzt támogatást, Janánt? A vállalkozók? Még nem.
még nem adnak, de szerintem most optimisták vagyunk, és bízunk benne. Egyelőre végezzük a munkánkat. Olyan dolgok ezek, ami eddig nem is volt. Tehát már nagyon sok, ugye tényleg sok minden készül, sok kezdeményezés volt eddig. Ez egy teljesen új vonal, és szerintem rá fognak jönni, hogy ezt kell támogatni. Bízunk benne. És nézzük, hogy a célközönség, a leendő turisták mennyire fogékonyak erre, tehát ez a sok ötlet célba talált-e? Nem tudjuk egész pontosan megítélni. Gazdasági válságot kiáltottak ki a világban, amit mi is megélünk. Tehát a turistáknak a száma az csappant Székelyföldön. Nem veszélyesen csappant, de én úgy gondolom, hogy egy újszerű, egy múltba és ugyanakkor múltba visszanéző és jövőbe előre tekintő program az vonzó lehet a turisták számára. Köszönöm, sok sikert kívánok ez, és köszönöm még egyszer, hogy itt voltak. És köszönjük szépen.